Hello, sziasztok! Ez az, amikor a kávéfőző olcsóbb, mint a kávé. Mert itt olyan 2500 forint egy kiló kávé. Igen, ez miatt a kávéfőző árakat, mert ezeket a kis olcsó kotyogókat is, most ha jól megnézed, akkor 5000 forint környékén kínálják. No de, nem úgy, 2021. február 4-e Tesco 50%-kal leértékelve, és amúgy is 2500-ról, szóval ami 1250 forint volt. Igen, 1250 forint volt. Annyi, amennyit ér. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy végre egy korrekt ár. Mondjuk a 2500 is még egy elfogadható. Ez a leolvadós fülével, ugye, mert hát ezt fölteszed a gázra. Itt ez itt ez a műanyag, ami hőre lágyul. Én nem tudom, ezt miért így csinál. Ez mindig meggyullad. Szóval a legjobb, hogyha rögtön hazaviszed, letöröd róla, akkor nem lesz baj. Mert ez nincs az az ember, aki úgy fölteszi a gázra, pláne egy gyári gázra, ami nem áll meg. Szóval kell hozzá venni ezt szükítőt, vagy fogod, és így fogod föltenni. És akkor nagyon picike lángon talán nem égeti le a fülét, na erre majd kíváncsi leszek. Szóval, hogyha kávéfőzőt vennél, akkor a kotyogó, a retro kotyogó most a Tesco-ban akciós irány a Tesco. Na, én nem akarok csinálni a multiknak reklámot, de ez végre egy korrekt árna, mert hát már 5 meg 7 ezer forintokért mentek ezek az alumínium darabok, ami egy kicsit lehúzás, de eljött az idő, amikor olcsóbb a kávéfőző, mint a kávé. Na, hát iratkozzatok fel, én meg kávézok, sziasztok!